A háromnaposra tervezett jubileumi programsorozat tekintettel a rossz időjárási viszonyokra két napos lett, és a csütörtöki programokat szombaton tartották meg. Azonban ez nem okozott gondot sem a szervezőknek, sem a látogatóknak. Az érdeklődés nagy volt. Erbő Zita kapcsolata a misinával 16 évre nyúlik vissza. Egy örökbe fogadott kutyáját együtt nevelte, tanította Farkas Tamással, a most 30 éves misinat természet és állatvédő egyesület elnökével. Zita azóta is önkéntes segítő. A Misinának különféle ilyen terápiás rendezvényeken, idősek otthonába, sokszor voltam volt a Michinak kórház, kórházakba beteg emberek mellett, sőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyon sok ember neki köszön, a kutyáknak köszönheti a gyógyulását, sőt, nekem is van egy személyes tapasztalatom, volt olyan idős néni, aki megszólalt a, kutyámnak, öt évig nem beszélt, de a kutyának három alkalom után megszólalt. Tehát ez nagyon sokrétű, sokáig beszélhetnék róla, tehát ez csak egy kis része a terápiás rendezvény, a terápiás kutyák, beteg gyerekek, segítését is elősegítik, illetve a rehabilitációt, agresszív kutyák rehabilitációját is segítik a terápiás kutyák. Egy fotókiállítás is nyílt a 30 éves jubileum alkalmából, amelynek során három évtized történetét meséli el Laufer László Pécsi fotóriporter képekben. A helyszín igencsak érdekes, ugyanis a Pécsomogyi Állatotthon növény labirintusában láthatók a képek. Ezek máskor is megtekinthetők, jó idő esetén, mondta Farkas Tamás időlabirintus. Talán ez a legjobb szó erre, hiszen régi és újabb képeket is bemutat. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes megnézni például Busánkat, amikor kis borjú volt, vagy Fifi, amikor csikos vadmalac volt. És hát legjobb itt lévő állatunkat, mondjuk Herminát, aki 98 óta van itt. Tehát itt azt gondolom, hogy már nagyon komoly kolokról, nagyon komoly sorsokkal beszélhetünk. Örökbe fogadott kutyák találkozóját is megrendezték. Ez a gazdés és keverék kutyája igen jó barátságban van. Idén fogadta örökbe, még tavasszal az azóta másfél éves kutyáját. A találkozón elhangzott beszámolók mindig nagyon érdekesek és tanulságosak, hangsúlyozta az állatotthon vezetője részben, ugye az, hogy miért fogadt tövőkbe, -e miért pont őt fogadt -e őkbe, és hogy hogyan változott meg a, a, kutya az alatt, az időszak alatt, amióta a gazdájával van, tehát már nem az állatmenhelyen. Mit jelent egy, állat, egy, kutya gazda kapcsolat? Mennyivel jelent mást mondjuk egy menhelyből övökbe fogadott kutya számára, és mennyivel jelent mást mondjuk egy, egy övökbe fogadó számára? Hiszen sokkal kevesebbet tudunk ilyenkor az állatnak a sorsával, sokkal jobban oda kell lehet, hogy figyelnünk, és, és, és sokkal türelmesebbnek is kell sokszor lenni, hiszen minden kutya, minden nők befogadott kutya hoz magával valamit, amiről lehet, hogy nem is tudunk. Szombat délutára várták a kutyasétáltatókat, akik szintén nagyon fontos szerepet töltenek be az Egyesület életében, hiszen jelenleg 200 kutya van a szervezetnél, ennyit pedig képtelenség naponta megsétáltatni. Ezért az önkéntesek rendkívül fontosak ezen a területen is. A szaköreik, a körlovasaik is készültek bemutatóval a hétvégi ünneplés alkalmából. Igyekeztek minden szeletét megmutatni tevékenységüknek. Az ingyenes gyermeklovagoltatás sem maradhatott el, amelyet a lovardában tartottak.